Sziasztok, mongufták! Ez most egy csomagnyitós videó lesz, méghozzá bemutatom nektek ezt. Egy picikét nagy és nehéz. Megjött a csomag. Rendesen jól lehet vele kondizni. 1, 2, 3, 4, 5, 150, 160. Tudom, hogy csinálod, és Cili is, nyomjátok! Már is mutatom, mi van a dobozban. Szépen kinyitjuk. Nem tudom, hogy hol kéne amúgy nyitni, úgyhogy megkezdjük erről. Jön a zsákmány. Ta-da, ta-ta-ra-ra, ta-ta, ta-ra-ra, ta-ta. Oppa! A limitált kiadású Gamer Hell energiaital. Hangsúlyoznám a videóba, drága mongufták. Hogyha te fiatalkorú vagy, ne nagyon fogyasz energiaitalt, eléggé káros. Én kávé helyett iszom néha, van is egy ilyen elkezdés, hogy koffeinmentesen, és majd ebből lesz a folytatás, hogy hogyan cseng be mégis az, hogy néha iszok energiaitalt, most mennyit rendeltem, és hogyan osztom be. Úgyhogy csak saját felelősségre, szülői engedéllyel fogyasszátok. Nem alkohol, de vigyázni kell vele. Na, hát ez nagyon-nagyon szép díszdoboz, nekem nagyon tetszik. Három különböző íz tartalmaz, mindjárt be is mutatom. Gyakorlatilag egyre kezd. És két rekesz helles energiaital pakkot, mert hogy úgy működött a promóció, hogyha rendelsz két bármilyen típusú ilyen pakkot, akkor ajándékba kapod ezt a limitált kiadást, ez itt is köszönöm szépen szerelmemnek Janának, mert megbeszéltük, hogy igazából kellemest a hasznossal. Mert hogy nekem megvan most már a limit, hogy én havi 10-szer fogyasztok energiaitalt, régebben sokkal többet fogyasztottam, és gyakorlatilag egy ilyen pakba 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Egy ilyen pakba 24 darab van, tehát 48, meg 6, az 54, tehát körülbelül egy majdnem fél évre megvan az energiaital fogyasztásom, hát nyilván, ha 24 órás live-ot tartunk, ha elérjük az 5000-et, akkor egyel kettővel többet iszok, de marad inkább a kávé. És akkor nézzük meg, milyen is ez a díszdobozos energiaital. Azt fontos elmondanom, hogy a promócióban bármelyik ízből rendelhetsz egy ilyen nagy pakkot, és a kávékat is rendelheted, a helles kávét. Igazából már mondjuk ez a videó lehetne is egy ilyen hell bemutató cucc, csak nem szponzorált. Sajnos, de nem baj, nézzük az ajándékot. Nyissuk ki szépen, mert díszdobozzal szépen bánunk. Webshop exkluzív. Megvan. Nagyon szép. És lássuk a medvét. Az igen! Tehát így nektek is bemutatnám, hogy gyakorlatilag ez az egyik Gamer Edition-ös. Tropikál bomba, Arcade tropikál bomba. Itt a másik, a csajos hell. Nova Cherry Beam, ez gondolom egyértelműen cseresznyés. És a harmadik, az pedig Fortnite az ajánlom, vagy PUBG-hez, ugye ott a lövöldözős csávó. PvP kokosz split, a kókuszos... A kókuszosra leszek az egyik legkíváncsibb, hogy lehet ezt összerakni energiaitallal. Tehát így néz ki a három gamer kiadás. Nekem nagyon tetszik, mindegyikből kettő található, és most 15 éves a hell, ha minden igaz, arra jött ki ez a gamer pak. Itt láthatjátok, hogy még három van benne. Ezeket majd live-okba fogjuk megkóstolni és tesztelni, hogy milyenek.
ha ittatok már bármelyiket, írjátok meg, hogy hogy ízlett nektek. Szerintem igényes és szép a csomagolás, így jobban látszik, ők vannak konkrétan az üdítőn, úgyhogy hát ez volt a kis helles csomagbontó videó, remélem tetszett, ha igen, dobj egy lájkot, írd meg, hogyha szoktál energiaitalt inni, akkor miért, health, bombát, stb. És melyik a kedvenc ízed? Vagy ezekből próbáltad-e, vagy melyikre lennél kíváncsi? Melyiket innád meg szívesen? Várom a kommenteket. Ha még nem tetted, iratkozz fel, 5024 órás live-ot tartunk, ahol ezeket is bevetjük többek között, illetve amiket oldalra letettem. Hogyha tetszett, dobj egy lájkot, kövess be Instagramon is, Mongufta Family, legyen szép napotok, sziasztok!